Ha pár ezer forinttal is kevesebbet adnak, vagy egyáltalán abszolút nem adnak, hogy azért az ember miből tartja el a családját. Márciustól jelentősen átalakul a szociális támogatási rendszer. Több segély megszűnik, átalakul vagy átnevezik, ráadásul már két helyről kell majd kérvényezni. Az úgynevezett jövedelem kompenzáló támogatásokat a járások adják, ilyen például a korábbi szociális segély. A jogosultságot is a járási hatóságok állapítják meg. Orbán Viktor egy nyomoralapú társadalmat épít március 1-től. Ebben a nyomoralapú társadalomban százezrek éheznek, most már milliós nagyságrendben nyomorognak az emberek, és a társadalom fele a létminimum alatt él. Nem csak a kisebb településeknek jelenthet problémát a segélyezési rendszer átalakítása, véli az LMP, hanem a nagyobb városoknak is. Smuk Erzsébet szerint nagyon sok hátrányos helyzetű település van. Az önkormányzatok egyre inkább abba a helyzetbe kerültek, hogy nem fogják tudni helyi adókból beszedni például a lakhatási támogatáshoz szükséges összeget, nem tudnak a helyi embereken segíteni. Na, mi lehet a mögött? Hát nyilván iszonyú nagy pénzszűkében van az ország, mert mindent elköltöttünk köztéri világítás korszerűsítésére, vagy a fene tudja. Ugye azért alapvetően az van, hogy most hirtelen az önkormányzatokra mutogat a kormány, de valójában nem az történt, mint mondjuk az oktatásnál, ami szintén pocsékul történt, hogy korábban az önkormányzatok működtették az iskolákat, és aztán az állam átvette a működtetést. Nem ennek a fordítottja történt, bár ezt kommunikálják. Eddig az állami elosztórendszer központilag működtette a segélyezést és a szociális juttatások rendszerét, majd ezt megszüntette, nem csinált helyébe semmit, nem utalt ki forrásokat az önkormányzatoknak, nem rendelkezett az eddigi támogatások helyettesítéséről, hanem tulajdonképpen azt mondta egy laza mozdulat, hogy hát adjon az önkormányzat, ha akar. Azért valamit nem felejtsünk el. Vannak önkormányzatok, amelyek nagyon komoly iparüzési adót vesznek be, mert bánya van ott, mert erőmű van ott, meg jó Isten tudja, mi minden van ott, tehát nekik ez nudli, és eddig tök fölöslegesen kaptak mondjuk központi forrást, hiszen egészen elképesztően gazdag településekről van szó. És vannak a csórók, akiknek nulla bevételük van, mert ugye már miért lenne egy észak-magyarországi faluban bármilyen iparűzés, ami meg lehetne adóztatni. Tehát azért itt nagyon ellentmondásos volt a helyzet. Ez odáig elmegy, hogy gondolom én legalábbis, hogy olyan önkormányzatoknál okoz ez majd nyilván borzasztó nagy gondot, amelyeknél egyébként is nagyon nagy a gáz, mert nem kapnak pénzt, a Fidesz nem nyúl hát oda. Nincsenek bevételei. Mert nincsenek ott haverok. Tehát eleve azok, akik szegénységre vannak ítélve, azok még szegényebbek lesznek ettől. Én csak azon gondolkoztam, hogy ugye a választások viszonylag messze vannak még, ha nem lesz előrehozott választás, akkor a Fidesznek most van ideje kivárni, hogy most egy kicsit dühösek az önkormányzatok. Hát Istenem, egy-két polgármester talán még fideszes is haragud fog rájuk, de hát addigra majd már minden jó lesz. Úgyhogy most ezt még meg lehet csinálni, az a gyanúm, hogy ezt így tehát számolják a probléma ki. Azért igazából ott van, hogy itt nem az önkormányzatokról, hanem arról a mérhetetlen mennyiségű szegény emberről, akik tényleg már a minimális szint. Nem használjuk a szegény kifejezés, bírónő. Bocsánatot kérek, igen, mindjárt eszembe jut. Rászoruló. Tehát mérhetetlenül sok rászoruló. Boldogok a rászorulók. A legjobb rászorulók. Egyébként azt gondolom, hogy ez a szerencsétlen emberi erőfeszítésnek ez a körlevele, amiben az új nyelvet, ez mutatja, hogy ez az ország, ez már a szürrealitás határán már túllépett, mert ha nem mondjuk, hogy szegénység, akkor nincs. Hát ezt gondolom, nekünk nem szabad mondanunk a Magyar Rádióban azt, hogy szegénység, emlékszel te arra? Ez a 70-80-as években, amikor egy fiatal rádiós voltam, akkor effektíven nem szabadott szegénységről, mint fogalomról akkor beszélni. Na jó, akkor a téma. Volt, nem? Még azt de sem. A leglátványosabb az volt, amikor elkészült egy dokumentum is a rádióban a kábítószerezésről. És a pártközpontban megüzenték, hogy nincs kábítószerezés, és akkor igen. Nincs rádió műsor. De szegénység sem volt. Tehát a SZETA miatt akkor nagyon megijedtek, ugye elkezdődött már egy kicsit, és azt a szót, hogy szegénység nem lehet kiejteni, és hirtelen ugyanezt
látjuk, pontosan szóló-szóló ugyanezt. Ráadásul szerintem nagyon érdekes az egész kormány és az Orbán kommunikációjában az egész témához való hozzáállás, mert ugye a fő üzenet most már a munka alapú társadalom, a közmunka, hogy az állam ugye munkát biztosít az embereknek. Ugye arról beszélt, hogy a dolgozó, most az évértékelő beszédben is ugye ez lőtt elő, hogy a dolgozó emberekre kell koncentrálni. Keményen dolgozó. Én kérek elnézést. Mi minden azok vagyunk, a keményen dolgozó. Emberekről van szó, ami ugye mind-mind arra utal, hogy ez az egész egyfajta új üzenet feléjük, de az ő megszólításuk. A dolog azért tragikus, mert akkor kiderült, hogy 20 évig ilyen hülyeséget tanítottam az egyetemen, amikor azt mondtam, hogy 1957 óta információs társadalomról beszélünk. 57-ben lőtték fel az első Sputnikot, ami megteremtette az interkontinentális távközlés lehetőségeit, tehát az egész Földet, és abban az évben Amerikában először meghaladta a fizikai munkások számát, azoknak a száma, akik információval dolgoztak. És akkor most de ma, hát azért de Magyarország már nem az információs társadalom korát. Ezt már meghaladtuk, és újra visszatérünk. A kormány viszonylag hatékony a valóság teljes kizárásában, tehát mondjuk bölcsész túltermelésről is kiderült, hogy egyáltalán nem igaz, hanem hiány van a bölcsész típusú szakmákban, pont az információ feldolgozás miatt, meg súlyos alulképzettség van, de azért csökkentik a keretszámokat. Nincs szegénység, bár több mint 4 millió ember él a KSH-t, a számított létminimum alatt. Ez is érdekes, hogy a KSH évek óta nem mondja meg, hogy hányan élnek létminimum alatt, hanem az összes mutatószámból ki kell vonogatni, mert ő már ezt egy konferencián 4 millió embert jelöltek. Így van, és akkor mióta bezárták Józsefvárosban a tűcsere programot, azóta nem kapjuk meg a HIV-fertőzöttség adatokat. Tehát akkor a 13. kerületben is megszűnt a szocialisták. Igen, MSZP-s polgármester, tehát azért ez jól mutatja, hogy mennyire baloldali valójában az MSZP. Mi az igazi oka, ha már ezt most előhoztad? Mondja. Nem tudom, én kérdezem. Valaki ja, azt magyarázta el nekem, hogy azért, mert hogy a higiéniás lehetőségek annyira szűkek arra, hogy a tűcserekor a tűket, nem tudom én, a használt tűket elhelyezzék, és az olyan veszélyes, hogy oda dobják hát ez a játszóterekre, mert hazugság, nem igen. Tudom, valószínűleg hazugság, igen is. De akkor miért? Hát, de azért ezzel a most nem a tűcsere programról, hanem visszatérve ezekhez a szociális problémákhoz. Tehát azt azért egy kicsit későn vették észre, hogy az alaptörvénybe, ugye, amit sikerült egy vasúti fülkében megírni, abban nincs, az állam nem garantálja a nyugdíjtól kezdve az egész társadalom biztosítást, hanem az van benne, úgy van megfogalmazva, hogy megteheti. Hát most nem teszi meg. Az állampolgári jogok is kicsit, mint hogyha úgy kisikadtak volna az alaptörvényből, nem? Hát azok még legalább formálisan benne vannak, de ez egy egész konkrét eltérés az előző alkotmánytól. Ha már a tűcsere programnál tartunk, hát egészen elképesztő, hogy mennyire nem foglalkozik sem a közélet, sem a politika, sem az átlagember az AIDS problémával, ami egyre nagyobb probléma. Egyáltalán nem foglalkoznak vele. Van valaki, lát a médiában, vagy bárhol valamiféle felvilágosító kampány? Én látom, hogy Magyarországon az AIDS növekszik. Drámaian egyenesen, arányosan azzal, amennyire a kormány, és egyébként az előző kormányok sem voltak ebben éltanulók, folyamatosan akadályozzák az ártalom csökkentő munkát. És ebben teljesen következetes az MSZP is, és a Fidesz is. Az MSZP pont ugyanúgy kampányolt mondjuk Új-Budán hajléktalanmentes övezetekkel, mint ahogy Kocsis Máté, ugyanúgy bezárja MSZP-s polgármester a tűcsere programot, mint a 8. kerületben Kocsis Máté, tehát ebben nagyon-nagyon kontinús. Miért? Azért van egy szakmai konszenzus, és az arról szól, hogy szociális problémákat, tehát ilyen alapvető társadalmi problémákat, mint mondjuk az anyaghasználat, vagy az anyaghasználathoz kötődő öngyilkosságok, HIV-fertőzések és a többi, ezeket nem lehet szigorítással kezelni, de nem azért, mert ezt kitaláltuk, hanem mert látjuk hosszú távon, hanem megelőzni lehet és ártalomcsökkenteni, na de ezzel egy ilyen rendes konzervatív vonulat nem tud egyet érteni, mert ő oda csapni szeret, nem szereti megoldani, meg fenekestül felforgatni a problémát és átgondolni, hogy mi működik, hanem meg akarja mutatni, hogy neki ereje van. Akkor is, hogyha ez nem működik. Jó. Azt mondja, milyen most Vajna jót aludt. Jaj, az annyira így. De nem tudom egyébként. De hogy milyen Timi simogatta közben a fejét. Beszéljük majd meg a Timit.
aki szülinapjára kapott gyémánt. Valentin napra. Valentin napra kapott gyémánt. Ki az a Timi? Timi? Vajna Timi. Vajnáné. És minden nőnek járna a gyémánt, mondta Timi. Édesül Istenem. De nézzük meg először, hogy Endi hogyan szundizott. Annyira jó.